Bum, sziasztok! Én Kol vagyok, és folytassuk a kitet. Csináljuk, csináljuk tovább, azt mondom. Itt van egy kis bibi. De jó, köszönöm, köszönöm. Köszi, köszi, köszi. Nagyon jó. De Isten király, Istenem, hogy egyesével. Az ott mi? Hoppá, ott egy kis bibi. Jó, akkor ezt nem is piszkáljuk, akkor ezt meg ezt. Persze, megint. Csodás tekerőzgetés. Edit geometry, detach, oké. Okay. Annyit szeretnék ezzel csinálni. Bár ez így lehet még jó is. Mert ha szemből nézzük, akkor meg nem jó. Hinni. Jó, oké. És akkor shrink. Miért is működne úgy, ahogy én akarom. Jó. És ide. Ó, ez nagyon, nagyon jól néz neki, de nem. Rakunk egy kicsit sötétebb kolort. Ahogy így. Kicsivel, így. Hát ugye az ott belül van, az belül van ott árnyékos, mit tudom én minden. What suck. Jó. Ezt a kettőt innen kiditíts, ditacs. Jó, és akkor nyomunk egy szimmetrit. Ennyi. Jó, ott van, ahol kell lennie. Nagyszerű. Le is szedhetjük, hagyhatjuk így is. Jó, oké. Jó, ami még nekünk kell, hát ide kéne detail, méghozzá. A material editor most nem kell. Na jó, hogy nincs egy normális kép róla, tényleg. Nem szükséges, csak azért mégis. Jó, hát ne haragudj. Legyen ez. Legyen ez a kép. Ami eléggé fontos, az még az ajtónyitó. Ja, az ajtónyitó az mondjuk tényleg eléggé fontos. Box. Még így tökre látom, hogy mi van. Hát ugye ezt nem visszük nagyon túlzásba. Nyilvánvaló. Mert én ezt egy kicsit nagyobbra venném a figurát. Valahogy így. Oké. Oké. És igen, ez itt problémás. Körülbelül azt követi. Jó. Jó. És még alulra kéne ide egy bevágás is, szóval megcsináljuk, azt mondjuk, hogy csináljuk meg. Connect, connect.
Kicsire vesszük, behúzzuk ide. Ezt behúzzuk ide. Egy kicsit kisebb, jó. Ezt ide nem kell. Bár ilyen lehet, hogy egyenesre kéne, tehát valahogy így. És akkor majd ugye ez azt követi, azt az ívet. Ja, legyen úgy. Legyen úgy. Ahogy mondá az úr, ne, nem. Így, ez kicsit előbb, ezt is kicsit előbb. Így. És akkor ez valahol eddig mondjuk. Target veled. Ez lehet picit bele fog. Nem, nem. Jó, oké. Rendben, extrude befelé. Ennyi, minimálisan csak, úgyhogy ez már így sok. Nem, 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 ennyi. Jó, és akkor legyen egy befelé, így benyomva egyenesbe. Röndbön. Teljesen jó lesz. Jó, és hát ugye ennek is ugyanaz a kolor, tehát... Most simán hozzáadjuk neki ezt a materiált. Aztán, bár mondom, tehát ugye ezt megbeszéltük, hogy a... Ez így nem lenne jó játékba, tehát ugye akkor simán egy color palettát én rádobnék. Mindenféleképpen. Hogy valahogy kinézzen ugye most, amit csinálunk. Egyni. Oké. Okay. Az ott miért? Piros. Nem. Set ID 1. Egyni. Jó, ott a detail. Oké. Okay. Nyilván a másik oldalra ezt meg kell csinálni. Az viszont... probléma lenne, ugye eléggé húzósan. Úgyhogy egyelőre ezt, ahogy így kinéz. Ezt fogjuk így lemásolni. Jó. Detach. Oké. Okay. Ott van a helyén a pivot. Jó. Nyomunk rá egy szimetrit. Hogy menj oda. Jó. Oké. Okay. Collapse 2. Oké. Okay. Ez pedig először ugye kiszedjük ezt a sima poligont. Égyni. És ide a touch. Nagyszerű. Most pedig ugye nyilvánvalóan ezeket összeveldeljük. Hopp, ott van egy kis bibi. Égyni, és ugye ezt az oldalt is nyilván elkészítjük. Pont fordítva, tiszta jó. Remélem elindítottam a felvételt, ezt mindig megkérdezem, igen. Ilyen maniákus ember vagyok, nem, de... Mindegy. Jó, autosmooth, oké. Okay.
Jó. Nyilván ezeket is itt meg kell csinálni. 180, oké. Az ott mi ez? Az ott kettő vertex, ugye? Miért van ott kettő vertex? Mi történt ott? Nem is értem. Hát semmi. Idióta. Marharépa. Hát, hogy ezt ide kell kötni, vagy erre lefelé. Mindegy, tehát nem lényeg. Bevel. Kicsit bevel. Igen, ott igen, probléma. Probléma, de majd mindjárt kijavítjuk. Ezt kicsit beljebb húzom, mert itt majd lesz egy... Én mutatok egy képet, ami látszik. Itt van ez a kép. Tehát ezen ugye itt látszik, hogy itt oké, egy üveg van, de ugye itt ilyen sötétítés, meg mit tudom én, tehát hogy az... Aztól szépen behúzkodjuk. Egyni. Így. Nagyon csodálatos, nagyon jó. Igen, kösz szépen. Egy, jó. Hát még van egy kis BB, ezt lehetne, aha, úgy, hát ennyi meglátjuk. Úgyhogy úgy hagyom. Egyelőre úgy hagyjuk, és akkor ezt is itt egy kicsit még kijebb kéne húzni. Még egyszer csináljuk, bevel. Körülbelül így, jó. És akkor téged meg téged veld, oké. És kijebb húzunk, oda. Oda, valahogy így, jó. Igen, és akkor a másik oldalt is ugyanígy. Egy. Egy körülbelül. Jó. Hát a hátulja az nem biztos, hogy ilyen egyszerű lesz. Bár itt... képet kérek, képet kérek, képet kérek. Igen, ez itt ilyen lehetne ilyen ívesebb. Valóban. Hiba van a falóban. Jó is lesz. Nehogy megcsináld úgy, ahogy szeretném. Ez itt szerintem jó is lesz, ennyivel el lehet intézni. Oké. Jó. Mind megrakunk bele egy. Igen, most ezt megint akkor meg kell csinálni azt a hátsó felét. Tudjátok, mit csinálok? Szedjük le róla. Azban igen, hogy... de. Ez így teljesen működhet. Egyné. Igen. Így. Jó, ez így teljesen szimmetrikus. Így. Oké, én ezt fogom és detach. Oké, hogy utána meg kell majd csinálni. De inkább, mint hogy én most tényleg itt egyik oldal, másik oldal, izé, bio, köszönöm. Jó. Most annyi a problém, hogy a rossz oldalt csináltuk.
Hát nem baj, igazából ezt is ugyanúgy. Csináljuk ezt az oldalt, mert ugye itt jobban figyeltem a javításokra, meg mindenre. Bár szimmetrikus volt, szóval az nem volt valami problém, de mégiscsak. Így, jó. Most lényegében ugye megcsináltuk még egyszer ezt a két oldalt, de tök mindegy, mert szimmetria a szevasz. Jó, hogy ott is máshogy néz ki. Ja igen, mert a másik oldalon sem raktuk bele azt. Jó. Így, oké. És akkor ezt az oldalt töröljük is ki szerintem úgy, ahogy van, mert nem kell. Annak már megint mi a baja? Ezt már egyszer kiszedtük, na végre. Nyilván sok poligon van, mindegy. Oké, működik a dolog. Ez itt annyira nem csini. Ezt mindjárt megnézzük. Most ugye ez a bevel, ez itt kicsit elrontja a dolgokat. Ezt egy kicsit lejjebb kéne húzni valahogy. Na, ja igen, nem baj, mert ugye az ott más anyag lesz, szóval jó az ott. Ez nem jó. Így. Jó. És akkor talán ezt mondjuk kicsit lejjebb kell húzni, de nem baj. Ja, meg ebbe is, igen, ebbe is. Bevel. Köszi. Oké. Oké, jó. Jó. És akkor neki adunk egy... hát egy új materiált kap, tehát... Nem, mondom, lehetne ugye máshogy is csinálni, tehát tényleg color palettával lenne ez az igazi. Nyilván nem így, ugye? De... Szerintem ez itt teljesen jó. Kicsit lehetne. Sőt, nem is ezt csináljuk, hanem... ugye ott van üveg. Tehát, hogy ott van üveg, szóval lemásolom ezt az objektet, shift, balegér gomb le van másolva, és ezt adjuk oda neki. Most komolyan jelöljem ki megint mindegy, ne idegesíts, ne idegesíts. Select ID, az vagy még ezt ott ki kéne. Hopp, mondom, azt ott még ki kéne. Jó. 14, jó. És megkapja ugyanezt a kék, most ez mit csinál? Select ID 14, köszönöm, megkapja ezt a kék cuccot, ugye? Eddig teljesen oké. Okay. Csak ugye ennek módosítjuk a spekulárját, egy kicsit visszavesszük. Egy, sötétebb lesz ott a spekulár. Ó, azaz, úgy. Még egy kicsit visszavesszük. Így, jó. Úgyhogy ott kék ott is, csak ugye sötétebb. Sötétebb kék. Így, jó. És még ugye meg kell azt oldanunk.
Select ID. Így, és adunk rá egy 180-asat. Úgy, szép legyen. Jó. Hát itt annyira nem tetszik a dolog, ezt kicsit vigyük beljebb. Jó. Jó, oké. Oké, jó. Jó lesz, jó lesz. Itt lehetne egy kicsit nagyobb törés benne, de jó ez így. Ez itt jobban törhetne, de nem számít. Ugye ott se, itt se törik, itt hátul sem annyira nagyon ívesen törik a ezért tükör. Jó, itt nyilván ott jobban, ugye tükör, ablak, de értitek a lényeget. Jó, oké. Az ott, még az ott furi. 2, 3, 4, 5. Az ott miért olyan? Hogy megvan oldva. Huszárvágással megoldottuk. Jó. 20 percnél tartunk. Vagy nagyon-nagyon csini így. Ez így nagyon-nagyon menőn néz ki, tényleg nagyon, nagyon korrekt. Ja, nem. Igen, szétcseszte az egész szimet, vagy az egész ugye smooth groupot. Jó. Nem baj, nem rakom még össze, majd a legvégén, mert de még kell nekünk tükör igazából, szerintem annyi, tehát más nagyon nem óhajtok belehelyezni. Ezt egy kicsit itt jobban széthúzom. Egy. Hát nem látszik annyira, de ja, de látszik azért. Talán még egy kicsit lehetne. Hát jó ez így, nem húzom szét jobban. Oké. Tükör, hogy néz ki? Knight Rider Mirror. Knight Rider Mirror. Kit Mirror. Knight Rider Kit Mirror. Hát, rendben. Ez egy box lesz körülbelül, így. Itt ebbe a poli, ez itt lejjebb jön, beljebb jön. Ez itt kicsit elrébb jön, így, ez itt kicsit elrébb jön, így. Meghagyjuk ezt az ívet. Így, valahogy. Jó, becsamfereljük. Rendben. Igen, és neki, hát nem tudom, hogy most azt nézzük, tehát akkor ez a hátoldala, hogy valahogy talán beferdül, valahogy így esetleg, kicsit feljebb.
Oké. Nem. 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 Ezt ide fel. Menj innen, hash, hide. Oké. Egy, oké. Ezt így behúzzuk. Nem. Ezt úgy, ahogy van, elforgatjuk így. Mondjuk. Igen. Kell oda annyi minden. Valami ilyesmi. Valami ilyesmi. Csak ezt innen kihúzzuk. Azaz, azaz, ez a forma. Ez a forma, ez a forma, ezt itt szépen. Valahogy így, nekem ez szimpi. Jó. Jó. Cut. Cut. Odalőjük, odalőjük. Oké. Bevel. Oké. Jó, és hogy ez az egész megkapja a first color-t. Igen. És akkor itt a belseje, az meg megkapja ezt a üveg csillogásos cuccunkat. Jó. És akkor ennek itt az egésznek adunk egyetlen egy smooth groupot. 184-nél. Jó. Ennek meg egy másikat. Ki lehetne ezt extrudálni, de szerintem tök felesleges. Minek? Jó, ezt rakjuk a helyére. Aha, abból látszik is, hogy ott igazából majdnem eltaláltam a komplet alakot, teljesen jó. Oké, nézzük meg oldalról, hogy hova kell rakni. Abból is eltaláltam. Aha, az ott kicsit lejjebb jön. Ez az ív, ez így laposodik. Valahogy így. Valahogy így. Valahogy így, oké. Az most kicsit. Csak így húzzuk fel egy kicsit, aha. Bőven jó. Azt mondom, hogy bőven jó. Oké, és hát itt nem mutatja nagyon, hogy azt az hogy. Úgyhogy simán berakunk oda egy boxot. Lehet nem box kéne, de mindegy. Jó lesz ez.
Igen, csak szerintem ez itt elől. És így. Ahogy. Most ez hogy megy oda? Mert szerintem így tuti nem, mert ez így nagyon nem tetszik. Mi lenne, ha működne? Igen, ez így nekem nem szimpi. Tetejét én ezt megfogom és lehúzom így. Oké. Okay. De jó, hogy idegesít ezt a program. Így. Lehet, hogy külön van, de nem, mert ez így csillog neki. Ugye attól függ, melyik képet nézzük már megint. Lehet, hogy egyszerűbben kéne megoldani, kevesebb poligonnal. Bumszli. Nekem ez így nem... Nekem ez így nem tetszik, ez így hihetetlen bumszli. Innen hátulról tök jó. Előről nagyon bumszli alakja van. Lehet, hogy ez túl nagy. De nem hiszem. Nem hiszem. Én már ott a tetejét is egyenesnek mutatja. Amennyire egyenes szerintem. Nyilvánvaló. Már amennyire. Igen, az pedig még jobban is lehetne. Amit azt mutatja, hogy ez így tök alacsony. Lehet, hogy elvittem túlzásba az egészet, és csak így simán ennyit kéne. Elképzelhető. Igen, de ja, jó, ez itt teljesen lejön. Így, azért, aha. Az ott teljesen lejön. Igen, de szerintem ez még mindig nagyon izé. Hát innen jó, de mégse. Tehát, hogy... Hát ez így nagyon nem, nem.
Tegyük fel, hogy az úgy oké. Okay. Az úgy működik. Már szakjuk inkább oda. Jó. Itt ezt is ki kéne húzni. Hát én ezt valahogy így hagyom, aztán szevasz tavasz. Igen, és nem is mutatja ugye, hogy az ott hol kéne, hogy legyen. Tehát, hogy mi fogja azt az egészet. Mert szerintem ez is így jóval beljebb jön. Igen, nem megy ennyire ki. És toljuk. Igen. Nem rossz. Nem rossz. Nem rossz, nem rossz, nem rossz. Igen, ezt itt az ott mi. Ja. Oké. Nem rossz, de azért nem az igazi, tehát azért ott látszódik rajta. Azért ez még lenne mit. Hát az baj, több poligont nem akarok belerakni, tehát ez már nem felesleges lenne. Jó, mindegy, ez így kinéz valahogy, oké. Okay. Jó, mennyi az idő? 38:40. Rakjuk össze a kocsit, mert még a végén nem leszek benne időben. Hát a hátuljával itt nem foglalkoztam. Ez így ennyi. Szevasz. Autosmooth, oké. Autosmooth, oké. Ez csak meg. Jó. Jó, jó, jó.
Jó lesz. Teljesen jó. Oké, azt még ott nem rakjuk bele. Ott van egy kis szimmetri hiba. Oké, és akkor ide előre még kéne. Ezt egy kis bevelünk. Egy kis bevelünk. Körülbelül egy ekkora bevel, oké. És extrude befelé. Jó, valahogy ekkora, oké. Kicsit lehet nagyobb is, oké. Az ott mi az a csík? Ez mi ez, öregem? Így csillog az az, egy érdekes. Nagyon érdekes. De én hiszek neked, tehát így. Te mondod, én elhiszem. Ott látjátok, ez mi az. Nem tudom, mi az. Jó, és oda kell berakni. Hát három lámpát kéne berakni. Nem tudom. Ebből poli, poligon, bevel, ennyi, jó, és belül lesz még egy bevel nekünk, jó, rendben, nagyon jó, oké, körébe rakunk egy extrúdot, ennyi, egy, tehát lehet egy kicsit nagyobb, oké. Ez nekünk nem kell. Jó. Ezt pedig, hát, mit egy eddig betoljuk. És lehet hosszabban. Oké. Ugyanaz az anyag, rendben. És ide megint csinálunk lámpiont. Van. 60, 40, mert ez lehet, hogy túl, igen, ez túl sok, megnézzük, belül legyen egy ilyen, oké, körülötte legyen egy ilyen, hát igen, ez lehet, hogy túl fényes. Még ez is túl fényes. Én egy ilyen. Legyen meg körülötte egy 20-as. Egy. Ez viszont már lehet egy kicsit sötétebb is. Egy. És körülötte akkor legyen egy ilyen, itt pedig már nulla a szelfilum, és ez is még kicsit sötétebb lesz. Egy. Nem? Nem, egy kicsit felhős. Egy, valami ilyesmi. Valami ilyesmi. Bár ugye, nagyon akarjuk, ezt így meg lehet osztani, és akkor
Ide csinálunk egy újat, assign. Nem, hogyha nem mutogatnád egy. Jó, és ennek. Oké, és akkor erre is rakunk, mit tudom én, egy nem 26-os szelfilumot. Ennek egy, mit tudom én, 23-asat. Mi lenne, ha módosítaná? Na azért. Jó. Ez nyilván nagyon, tehát elmondtam már 28-szor, de még biztos lesz. Lesznek olyanok, akik nem értik majd meg, hogy de hát ez nagyon sok poligon, és különben is, és na hát azért most már micsoda. Igen, sok poligon, vagy sok materiál, nyilván nem is lehetne ugye ezt így használni sehol. De most én nem fogok color palettázni. Ugyanúgy, ahogy én ezt beszínezem, ezt kéne csak ráúvézni color palettára, szóval semmi extra, tehát így most ez... Ez nem egy olyan dolog, ami... Jó, és ennek is legyen a self-illumja egy 10-es, tehát hogy ne legyen teljesen sötét. Oké. Okay. Lehet, ezt még, lehet, hogy teljesen az egészet le kéne sötétíteni. Igen, ez sokkal egyszerűbb lenne ugye nyilván, hogyha kolorral csinálnám, kolor palettával. De mindegy, én ezt most így csinálom. Igen. Ennek legyen egy 15-ös. Ennek is legyen egy 18-7-es, így, és akkor így nem... Jó, ennek meg mennyi? Nulla. Jó, nézzük meg így. Nézzük meg így, hát ha működik a dolog, hát ha jól néz ki. És ide kell beraknunk 3 darabot. Egy erről növekedvén. Lehet nagyobbat kell, és akkor úgy fog rendesen kiférni. Igen, mert ez így nem fér ki teljesen. Nézzünk egy szembeni képet, hogy ez hogy van. Hát az úgy teljesen ugye nem mutatja. Miért is mutatná, persze, tehát ez nem szükséges. Egyértelmű. Igen, mert lehet, hogy ezek el vannak, várjunk csak, kit front kép, aha, igen, ez oda be van, tehát ez nem kocka, tehát ez valami ilyesmi alak, jó. Már is megkönnyebbültünk.
Jó lesz ez. Jó lesz ez. Anya, problémám, bár itt, ahogy látom, aha, tök változó. Itt ezen a képen például csak kettő van. Jó, hát akkor legyen kettő. Bár van olyan képen, van olyan kép, ahol, bár ez lehet, hogy ez csak, hogy ez conversation, aha. Jó. Igen, meg Hero Mustang Kit upgrade. Ja, de jó, de ez is ilyen vacak. Jó, itt is három van rajta, a kettő, három. Jó, hát akkor lesz rajta kettő. Nem, nekem ez itt tetszik, ez a három. Jó lesz ez, jó lesz ez. Tehát ugyanúgy kéne ugye megcsinálni, hogyha color palettával csináljuk. Tehát most ugyanúgy beszínezgettem minden. Semmi extra. Aj, de királyság! Jó, mennyi a time? 51 perc, jó. Akkor rárakom a közepét, és akkor nagyjából meg is vagyunk. Igazából mondom, a hátuljával lehet, hogy kellett volna egy picit ide foglalkozni, nem nagyon érdekelt a téma. Nekem ez így nagyon tetszik. Jó, akkor szimetri belemegy. Jó, nézzük meg még egyszer azért, hogy megvan mindenhol. Jó lesz ez, jó ez. Oké. Attach. Oké. Nyilvánvalóan ugye ezeket, amiket kell, beleveldelünk. Lehet, hogy csak igen, lehet, hogy csak eddig küldtem fel. Lalalala. Valahol addig. Nem, ez is benn volt. Jó, nézzük meg, mit csinál. Így. Aha, igen, ja, igen, az, ez mert nem volt benne. Így. Jó. S hát akkor, ezek külön vannak. Így ez mehet egy smoothing groupra. Jó, az is ott fekete, oké. Ez körül így néz ki, oda nem kell az. Bár az is mehet bele, ugyanúgy. Jó. Az ott nem. Jó. Autosmooth, oké. Már legyen rá egy 180 fokos. Így. Jó, akkor ide neked megint külön. Oda is, oda is. Oda is, oké. Okay. Ja igen, így. Majdnem elrontottuk. Oké. Okay. Ez oda. Ez oda. Az ott lett kéne, de most ez mindegy. Oké. Okay. Oké. Okay. Nem szimpi. Ez itt miért nem szimpi? Ez itt máshogy néz ki. Miért néz ez itt ki máshogy? Valószínűleg nincs valami leveldelve, vagy én nem tudom. Vagy pedig ez itt. De ez itt szar. Miért szar? Az az ott. Úgyhogy. Jó. Tomer előtte jó volt, tehát nem csap be ez a vacak.
Hagyni. Jó, próbáljuk még egyszer. Oké. Itt akkor is van benne egy kis csík, pontosan attól az a vacaktól. Igen, hát azt ott le kéne vezetni egyenesre. Az ott egy vertex. Baszki, ez volt az. Megvan a hiba. Vagy nincs. Vagy nincs meg a hiba. Mi ez itt? Valami itt van. Valami itt van, amit nem tudok hova tenni. Már lehet csak úgy rosszul látom, de nem hiszem. Ezt rakjuk lejjebb. Az ott jön fel. Az is ott oké. Oké. Ezt lehet ki lejjebb lehetne egyébként venni egy laposabbra, de most nem. Mert akkor is ott van egy hiba. Tehát most ez mi az a szar? Az most az ott mi? Valamit én csinálok rosszul szerintem, de mit? Így megoldjuk. Jó. Oké. És meg ott van benne az. Nem baj, hát igen, ezek így vannak, tehát most ezzel nem lehet ugye mit kezdeni. Úgy nagyon. Lenne benne szép fény, akkor ugye megoldaná a problémát. Ja. Igen. Már ezt ki is lehetne szedni, mert nem kell. Jó. Jó. Tetszik. Tetszik. Jól néz ki a fénye is. Jó van. Jön nekünk ide egy skylight. Jó, hát a fénynél azért látszik, tehát a fénynél azért jó, jól néz ki, jól van. Ja. Itt ez elől furi, de nem baj. Nem baj, nem baj, nem baj. Nem, ez nagyon sötétke. Sky color, hát ne viccelj, ilyen világosabb. Jó van. Na, én Kó voltam, ez a Kit Knight Rider sorozatból autó, és nem sokára jön a High Poly autó tutoriálom. Very, very coming soon. Sziasztok. Tiszta jó. Amit még mindig nem mondok, milyen autó. Mert nagyon csini lesz, úgyhogy nagyon szép lesz az autó. Tehát tényleg abban a beltér, külsőleg minden, belsőleg minden, még kárpitot is rakok az aljába, meg gumit, meg minden vackot. Majd meglátjátok, nagyon-nagyon király lesz. Na, én Kó voltam. Sziasztok! Bármi kérdés van, meg akkor ugye szokásos.